Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Sikeres a bértámogatási program, több mint 3000 munkahelyet védtek meg így Tolna megyében. Újabb beruházás kerülhet veszélybe, új terveket akar az Éjjenszekszárda szőlőhegyi óvoda felújítására. Tolnai Dunaág katasztrófa helyzet fenyeget. Ítélkezési szünet, egy hónapra leállnak a tárgyalásokkal a bíróságok. Sikeres Tolna megyében a kormány által a koronavírus járvány miatt elindított bértámogatási program. Erről Horváth István, a szekszárdi választókerület elnöke beszélt egy támogatói okirat átadása után. Csak a tolnai megyeszékhelyen 237 cég 1128 alkalmazottja után vette igénybe az állami programot. Tapsvihar és fényképezőgépek kattogása közepette vehette át a szekszárdi gyár vezetője a kormány támogatói okiratát. Ennél a cégnél 237 munkavállaló után 42,5 millió forint támogatást tudtak lehívni. Csak azt az időt kellett kifizetni, amit ledolgoztak, és a fennmaradó idő, mivel ugye itt visszatértek ilyen napi 2 órára és napi 4 órásra munkára, a kieső időt a magyar állam kompenzálta. Tehát ez a cégnek egy óriási nagy segítség volt, akik ezzel a programmal éltek. A bértámogatás lényege, hogy a csökkentett munkaidőre átálló cégek megkapják a munkavállalói kieső bérének 70%-át. Tolna megyében a program kifejezetten sikeres, hiszen eddig már több mint 3000 állást sikerült így megvédeni. Összességében azt mutatja, hogy szükségszerű volt, és a cégeknek adott esetben a koronavírus okozta a piaci pozícióvesztés vagy gazdasági labilitásnak, ez egy mankó lehetett annak érdekében, hogy ne mondjanak fel a munkavállalóknak, és így ezáltal a Tolna megyében mintegy 3100 munkahelyet meg tudtunk őrizni, és az én választókerületemben közel 1500 munkahelyet. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a támogatói okirat átadása után azt mondta, a bértámogatási program elindításakor a kormány célja az volt, hogy a nagyvállalatok mellett a munkavállalók mintegy 70%-át foglalkoztató mikro, kis és középvállalkozások is igénybe tudják azt venni. Azt tapasztaljuk, hogy többnyire ezek a munkahelyvédelmi bértámogatási programok a nagyvállalatoknak szólnak. Esetünkben Magyarországon pedig csak a vállalkozások 5%-a nagyvállalat, amely munkahelyvédelmi bértámogatásért folyamodott. És ez azt is jelenti, hogy egyrészt mindenkit elérünk, másrészt nem annyira bonyolult az adminisztrációja. A munkahelyvédelmi bértámogatást augusztus 31-éig igényelhetik a vállalkozások. Különös, nehezen értelmezhető határozatot fogadott el az Éjjenszekszárd tagokból álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hétfőn. Úgy döntöttek ugyanis, hogy elindulhat a Szőlőhegyen található óvoda felújítása a jelenlegi tervek alapján, ám ennek ellenére mégis új terveket kérnek be, és létrehoznak egy csoportot, aminek a tagjai arról egyeztetnek majd, miként lehetne az eredeti, már elfogadott tervektől eltérve olcsóbban megoldani a fejlesztést. Ács Rezső, a város polgármestere viszont múlt hét pénteken arról beszélt, hogy a már elfogadott tervek átalakítása miatt elbukhatja a város a pályázati pénzt. Itt a szekszárdi Szőlőhegyen található az az óvoda, aminek a felújítására és átépítésére még 2018-ban nyert pénzt a város önkormányzata a településfejlesztési operatív programból. Ezt egészítette ki a miniszterelnökség. A fejlesztéshez már elkészültek a tervek, most mégis veszélybe került a beruházás. Az Éjjenszekszárd tagokból álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ugyanis hétfőn különös határozatot fogadott el. Meghívták a terveket készítő mérnököt, hogy a kérdéseikre válaszoljon. Szerintük ugyanis el kellene térni az eredeti elképzeléstől a kivitelezés során. Földesi Zoltán a terv készítője kifejtette, milyen pályázati és törvényességi feltételeket figyelembe véve alkotta meg a beruházás terveit, amiben egy 100 négyzetméteres terasz és egy 24 négyzetméteres mini bölcsöde is szerepel,
Ide 16 gyerek járhat majd feltéve, ha ezt a bizottság nem vétózza meg az új elképzelésben. Az ilyen szexár tagokból álló gazdasági és városfejlesztési bizottság végül úgy döntött, hogy bár engedi, hogy a jelenlegi tervek alapján kezdődjön el a munka, ezzel párhuzamosan felállít egy szakmai csoportot, ahol megvitatják, hogyan lehetne kisebb és olcsóbb óvodát építeni, úgy, hogy az minden szakmai és törvényességi feltételnek megfeleljen. Szerintük 15%-kal csökkenteni kellene a beépített terület nagyságát. Ezt viszont így nehéz értelmezni, mert a döntés értelmében előfordulhat, hogy elkezdődik a területen a munka, majd újabb módosításokat akar a megrendelő önkormányzat elvégeztetni a kivitelezővel, ami több leköltséget és azt is okozhatja, hogy a város elbukja az óvodafejlesztésre kapott toppos pénzt. Korábban hasonló történt a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelőnél is. Arra a fejlesztésre is az előző ciklusban nyert az önkormányzat pályázati pénzt. A beruházást abban az esetben is az ilyen szexár tagok is megszavazták, később viszont akadályozni kezdték az építkezést, végül le is állították a munkát. Most úgy tűnik, a város emiatt elveszítette a pályázati pénzt. Ács Erzső szexár polgármestere múlt hét pénteken az óvoda udvarán arról beszélt, attól tart, most ismét ez lesz a helyzet. Ez azt jelenti, hogy csúszunk az idővel. Ugye mi a terveket elkészítettük, a források rendelkezésre állnak, a TOB-ból, illetve a miniszterelnökségtől minden feltétel adott lenne ahhoz, hogy végre a szőlőhegyen élő fiatalok ne kelljen, hogy behagyják a gyereket a város központban, hanem mit el tudják helyezni jó körülmények között, és olyan körülményeket tudnánk teremteni, ami a 21. századi feltételeknek mindenben meg tud felelni, hasonlóan, mint a Kosinski óvoda épületében. A szőlőhegyi óvodával kapcsolatos terveikről szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, az ilyen szexet frakció vezetőjét, ám ő nem kívánt nyilatkozni. Katasztrófa helyzet fenyegeti a Tolnai Hold Duna Ágatat település polgármestere szerint. A meder feliszaposodása ugyanis már olyan mértékű, hogy vízügyi és környezetvédelmi szakemberek dolgoznak a holták tisztításának lehetőségein. Appelsoffer Ágnes a város vezetője azt mondja, egy-két éven belül hathatós lépéseket kell tennie a Tolnai Hold Duna megmentése érdekében. Tolna mindenki szívügyének tekinti a holták sorsát. Évek óta tudott, hogy a meder feliszaposodása végzetes lehet. A víz egyszerre szolgálja a mezőgazdaságot, a város árvíz elleni védekezését és lát el sportcélokat. A kotlást a város nem tudja megoldani, mondja a Appelsoffer Ágnes polgármester. Ebbe semmiképpen nem fogjuk tudni beilleszteni. Én most nem akarok beslésekbe bocsátkozni, de minimum több százezer és akár még 1-2 milliárd forint is lehet ennek a végleges megoldása. Tehát én azt gondolom, hogy a vízpótláson túl mindenképpen kell a benne lévő, mederben lévő iszappal is valamit kezdeni. A város vezetése tárgyalásokat kezdett a vízügy és a Dunadráva Nemzeti Park vezetőségével, hiszen ez Natura 2000-es terület. A szakemberek arra a következtetésre jutottak, közösen alakítanak ki koncepciót a megoldás érdekében. Kell egy szakmai anyag, amivel egyáltalán el tudunk indulni bárhová. Legyen ez egy pályázat, legyen ez valami központi forrás, legyen ez egy uniós támogatás, de ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjuk becsülni azt a költséget, amiben ez a továbbiakban kerülne, ahhoz kell egy szakmai anyag. Nincs mire várni, mondja Tolna polgármestere. Jó, ha egy-két év áll rendelkezésünkre, hogy megmentsük a holtágat. Ellenkező esetben környezeti katasztrófa következhet be. Megkezdődik Pakson két utca rekonstrukciója a napokban. Az erről szóló megállapodást hétfőn írták alá a városban. A beruházások összköltsége meghaladja a 210 millió forintot. Pecsét és aláírás került azokra a kivitelezési szerződésekre, melyek által hétfőn megkezdődhetnek Pakson a munkálatok a Búzavirág és a Pákolist utcákban. A Búzavirág utcában a Zápor és a Kölcsei utca közötti szakasz újul meg. Ez több mint 800 méter, tehát egyik leghosszabb utcánk, én azt gondolom, illetve 4 és 6 méter közötti szélességű aszfaltozásra kerül sor két rétegben, és a járda is fel lesz újítva, a kapubejárókkal egyetemben.
A járda nem aszfalt burkolatú, hanem térkő burkolatú lesz. A Búzavirág utcai beruházás évvégéig fejeződik be. A Pákolic utca felújítása két szakaszban valósul meg. Először több mint 100 méter hosszan a meglévő út aszfalt burkolatot kap, majd az utca másik oldalán 50 méter hosszan teljesen új utat építenek. Itt őszig végeznek a munkálatokkal. A megvalósításnak a bekerülési költség a Búzavirág utca esetében 192.047.000 forint, a Pákolic utcánál pedig 23.293.600 forint. A paksi önkormányzat ebben az évben még 2-3 utca felújítását tervezi. A már megkezdett és jelenleg is zajló útépítések a Kömlődi és a Vácika utcában az ütemezésnek megfelelően haladnak Pakson. 67 embert jutalmazott a veszélyhelyzet alatti maximális helytállásukért a Dombóvári Önkormányzati Hivatal. A képviselőtestület úgy érezte, hogy az idős gondozóknak és a szociális munkát végzőknek is kijár a plusz juttatás. A testületi tagok 100 000 forintot szavaztak meg egységesen. A Dombóvári Önkormányzati Hivatal június 30-án tartott testületi ülésének az volt az egyik apropója, hogy vége lett a veszélyhelyzetnek, és már csak járványhelyzetről beszélünk. A dombóvári képviselők elérkezettnek látták az időt arra, hogy az elmúlt 4 hónapot elemezzék. 67 kollégánk vett részt az ellátó rendszeren keresztül az idősek ellátásába. A jelenleg intézményvezető helyettes asszony elkészített beszámolót is ma tárgyalta a képviselőtestület, amelyben egyértelműen látszott, hogy mind a 67 kollégánk erőn felül teljesített, és eleget tett a kívásoknak hétvégeken is, és ünnepnapokon is. A Dombóvári Önkormányzati Hivatal elvégeztette a koronavírus tesztet ezen a 67 emberen, mind negatív lett. Ezen kívül úgy döntött a képviselőtestület, hogy egységesen 100 000 forint jutalomban részesítik őket. Azt gondolom, hogy ez a legkevesebb és a legszerényebb dolog, amit meg tudunk tenni az érdekükben, mondta Pintér Szilárd polgármester. Meglepő módon mai testületülésen volt egy olyan napirendi pont, amely konstruktív együttműködésre késztette a képviselőtestületet. Az elmúlt időszakban, október óta talán az első ilyen napirendi pontot sikerült tárgyalnunk. A megegyezés szerint szeptember 30-áig vállaltak kötelezettséget a kifizetésre, de remélik, hogy előbb is tudják majd teljesíteni. Ítélkezési szünet lesz a bíróságokon jövő hét szerdától egészen augusztus 20-áig. Az ügyfélsegítő vagy régi nevükön a panasznapokat ebben az időszakban a szekszárdi járás bíróságon tartják meg. A legfontosabb ügyeket viszont nyáron is tárgyalják a bírók. Valamivel több mint egy hónapra állnak le a bíróságok a tárgyalásokkal július 15-től az egész országban, így Tolna megyében is. Ez nem újszerű dolog, hosszú évek óta tartanak nyári ítélkezési szüneteket a bíróságok. A régi nevükön panasznapokat, vagy ahogy mostanában hívják ügyfélsegítő napokat, ebben az időszakban csak a szekszárdi járás bíróságon tartják meg. Az úgynevezett panasznap vagy ügyfélsegítő nap is működik, de oly módon, hogy a megye bíróságain nincsen panasznap, azt kizárólag a szekszárdi járásbíróság látja el a törvénykezési szünet ideje alatt. Szerdai napokon lehet előzetesen időpontot egyeztetni, vagy a panasznapon megjelenve a sort kivárva jegyzőkönyvbe diktálni a kereseteket, illetve a problémákat. Tárgyalásokat ugyanebben a néhány hétben nem tartanak, ám a folyamatban levő ügyek intézése nem áll le. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, azonban a halaszthatatlan ügyek intézése ügyeleti rendben működik továbbra is. Kivéve ez alól a cégbíróságot, ahol folyamatos az ügyfélfogadás és az ügyintézés, 9-től 11 óráig a cégbíróság minden nap nyitva van és ügyfélfogadási időt tart. A nyári ítélkezési szünet idén augusztus 20-áig tart, de mivel az államalapítás ünnepe idén csütörtökre esik, ezért tárgyalásokat csak 24-én hétfőn tartanak majd először. Egy évtizede kezdődött a Magyarok Kenyere program, amihez határon innen és túlról is csatlakoznak a gazdák. A beszállított terményből készült liszt szociális célokat szolgál. Tolna megyében évről évre nő a csatlakozó gazdák és a felajánlott búza mennyisége is. A Magyarok Kenyere program 2011-ben indult. Akkor 10 tonna gabonát gyűjtöttek, és abból készült lisztből sütötték az augusztus 20-ai kenyeret és cipókat. A maradék lisztet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta, ami a gyerekek 4 havi étkezésére volt elég. 2015-ben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai partnerként vett részt a program megvalósulásában. Összesen 440 tonna búza gyűlt össze 47 gyűjtőponton, közel 3100 adományozótól a határon kívül és belül.
Ebben az évben már 20 malomban ődöltek, az adományozók köre bővült, így 109 gyermeksegélyező szervezet részesült az adományból. 2019-ben a célkitűzés a külföldön élő magyarok bevonása volt. A program hatalmas sikeréhez közel 5700 adományozó, 3551 magyarországi és 2117 külföldi gazda ajánlott fel adományokat. A listán kívül elektronikus készülékeket is átadtak. 2019-ben 790 tonna gyűlt össze országosan. Itt egyre nagyobb mértékben bekapcsolódnak a határon túli területek is, évről évre nagyobb mennyiségek érkeznek határon túlról is, és a gazdáknak, a résztvevő gazdáknak a létszáma is egyre fokozódik és egyre nagyobb. A beszállított mennyiségekkel párhuzamosan szélesedik azok köre is, akik a jótékonysági akció kedvezményezettjei is lehetnek, mondta vendéged itt. Továbbra is a Dévai Szent Ferenc Alapítvány az első számú támogatott, de évek óta a megyék is juttatnak a szociális szféra intézményrendszere számára a LISZT-ből. Minden évben megtaláljuk azokat a civil szervezeteket, akik a rászorulók részére utána ezt a Tolna megyében összegyűjtött búzából megőrölt LISZT-et eljuttatják. Az idejévi gyűjtésről a Falugazdász hálózat ad tájékoztatást azoknak, akik csatlakozni kívánnak az ezévi akcióhoz. A Tolna megyéből összegyűlő gabonát a Bonyhádi malomban őrlik majd meg. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. A Család az első, apartmanház segíti a közösségek nyaralását Siófokon. Az önkormányzat vendégei voltak a lakosok, centrálparki pikniket rendeztek Kárászon. Mindenre lőttek, vadászok bizonyíthattak Nagyberényben. Tizenegy apartmanból és több közösségi térből álló épületegyüttest adtak át Siófokon. A családok védőszentjéről, Szent Bernadettről elnevezett apartmanház megépülését a magyar kormány 615 millió forinttal támogatta. Az ünnepélyes átadón Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, az ilyen beruházások elősegítik a családok boldogulását. Ez a hely alkalmas arra, hogy családi közösségeket együtt lásson vendégül. A Ciszterci rend 2011-ben hozta létre a Familiare Társadalom Szervező Központot. A szervezet évek óta azért dolgozik, hogy a családok minél könnyebben együtt tölthessék a szabadidejüket. Most egy 11 lakásból álló apartmant adtak át Siófokon. Hála Istennek egyre több gyermek születik. Az év első hónapjaiban minden korábbinál az elmúlt évtizedeket meghozottulóan nagy arányban születtek hála Istennek gyerekek, és sok esetben tapasztaljuk azt a mindennapi hétköznapi életünkben, hogy annak születik sok gyereke, annak születnek gyerekeknek a környezetében is családok vannak, vagy sok gyermek van. Sokokat megerősít a gyermekvállásban az, ha sok olyan családdal tudnak szabadidőt is együtt tölteni, akik szintén ugyanezzel a helyzettel állnak szemben, ugyanolyan dilemmákban vannak, ugyan nehézségeik vannak, ugyan örömeik. A Családok Védőszentjéről, Szent Bernadettről elnevezett apartmanház megépülését a magyar kormány 615 millió forinttal támogatta. Az ünnepélyes átadón Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, az ilyen beruházások elősegítik a családok boldogulását, ez pedig a kormány elsődleges célja. Ha valaki visszagondol, hogy 10 év alatt akár a gyedekszra, csók, a családi adó kedvezmény, a családi autóknak a bevezetése mind-mind ebbe a körbe tartozik, és ebbe a körbe tartozik ennek az üdülőnek a megtervezése vagy megépítése, amelyre összességében a magyar kormány 615 millió forintos támogatást adott. Én azt gondolom, hogy ez sokszorosan fog visszatérülni. Visszatérülni a társadalomban, mert amit Szent II. János Pál mondott, erős családokból erős nemzet fakad. Az 50 fős létesítmény egész évben várja majd a családokat. Idén második alkalommal rendezték meg Kárászon a centrálparki pikniket. A baranyai település lakosai már nagyon várták ezt a programot. Mint mondják, az elmúlt hónapok nehézségei után most jó érzéssel töltenek el együtt egy délutánt. A rendezvényen a szalonna és sonkasütés mellett bort és pálinkát is kóstolhattak a résztvevők, majd közös beszélgetés következett zenei aláfestéssel.
Sonka, kolbász, szalonna és még sok más finomság várta a hétvégén a kárásziakat. A baranyai településen idén második alkalommal rendezték meg a centrálparki pikniket. A meleg nyári délutánon sokan kilátogattak a területre. Mint a lakosok mondják, a veszélyhelyzet után már nagy igény mutatkozott egy ilyen közösségi programra. Én jó ötletnek tartom, nem mindenki tud otthon egy ilyen tüzet rakni, hogy egyet süssön, ugye ez is már egy ilyen jó dolog, meg aki szereti. Én igen, és akkor jó, örülünk, hogy beszélgetünk meg a falu dolgait, meg egymás közt, úgyhogy örülünk neki, hogy van ilyen lehetőség. A piknik egyfajta családi nap is egyben. Lép Péter polgármester elmondta, a kárászi közösségben nagy népszerűségnek örvendenek a korhatár nélküli programok, amikor a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki együtt tölthet egy kis időt. Ehhez most finom falatokkal kedveskedett az önkormányzat. Kárászi lakosokat meghívtuk, vendégül látjuk, az önkormányzat vendégül látja, szalonnasütés, honkasütés, sajtosúd, némi harapnivaló, aztán borok, pálinkák kóstolója lesz majd a későbbiekben. Ezt követi majd egy kötetlen beszélgetés, egy kis zenével aláfestve. A tavalyi első rendezvényen mintegy 60-an vettek részt. Idén is hasonló létszámmal zajlott a program. A tervek szerint minden évben rendeznek majd centrálparki pikniket. Sziluettre és korongra is lőttek vasárnap Nagyberényben, ahol immár negyedik alkalommal versengtek egymással a régió vadászai. A résztvevők 8 versenyszámban bizonyíthatták tudásukat. A szervezők nem titkolt célja, hogy minél több emberrel szerettessék meg a sportlövészetet és a vadászatot. Kürcóra vette kezdetét Nagyberényben a már hagyományos lövész-vadász verseny. 8 versenyszámban mérték össze tudásukat a résztvevők. A versenyzők között szép számmal képviseltették magukat a gyengébbik nemből is. Bátyám hivatásos vadász, és megörököltem tőle a puskáját, viszont én vettem neki egy másikat, és nagyon szeretek vele lőni, és ezért döntöttem úgy, hogy ebbe belecsöppenek, mert ez így nagyon jó, és nagyon tetszik, és nagyon szeretem. A koronglövészet, sziluett, futóvad lövészet mellett a legnehezebb pálya az ingalövészet volt a mostani versenyen. Fémétes ponton kell meglőni azt a lőlapot, ami ott mozog. Ha nem piskolt a dolgot meglőni, ez egy elég nehéz dolog, gyakorolni kell rá. Szóval a lövészethez mindenféle fegyvernemben nagyon sokat el kell lőni, ahhoz valaki eredményes legyen. A versengés mellett a rendezvény jó alkalom volt arra is, hogy a lövészek, vadászok tapasztalatot cseréljenek, gyakoroljanak, pontosítsanak eddig megszerzett tudásukon. Úgy látom a mai versenyből is, hogy körülbelül fele-fele a versenyzők, fele lövészklub tag, valahol van, aki 150 kilométerről jött le, a vadászok szintén ilyen messziről ide járnak régóta, hiszen az a lényeg, hogy tapasztalatot cseréljünk, a barátságok alakuljanak ki, át tudjuk adni a technikákat, ki mit, hogyan, merre vadászik, és most jön majd egy jó hónap múlva a vadkacsa és a galambvadászat, arra próbáljuk meg felkészíteni itt a vadászokat, és kedvet szeretnénk csinálni a lövészeknek is, hogy csinálják meg a vadászvizsgát, és vadásszanak ők is, tehát ez egy szép hagyomány Magyarországon. A legjobb lövők aranyéremmel és oklevéllel gazdagodtak. A következő versenyt augusztus 30-án rendezik a Nagyberényi Lövészklubban. És végül nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Sikeres a bértámogatási program, több mint 3000 munkahelyet védtek meg így Tolna megyében. Újabb beruházás kerülhet veszélybe, új terveket akar az Éjenszekszárda szőlőhegyi óvoda felújítására. Tolnai Dunaág, katasztrófa helyzet fenyeget. Ítélkezési szünet, egy hónapra leállnak a tárgyalásokkal a bíróságok. Szerdán általában derült, illetve gyengén gomoly felhős, kellemes nyaraló időre számíthatunk erős UV-sugárzással. Csapadék nem várható. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!